A Tinódi házba hívták meg a Dombaváron élő 60 év feletti korosztályt, hogy a karácsonyi ünnepek előtt kedves műsorral örvendeztessék meg őket. Teltház előtt köszöntötte Potápi Árpád János mindazokat, akik eljöttek a rendezvényre. A karácsony és az új év között, vagy ezzel a két ünneppel, én azt gondolom, hogy mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy minél többet együtt legyen a gyerekeivel, együtt legyen az unokáival, együtt legyen azokkal az emberekkel, akiket igazán szeret, és nem a munkával foglalkozik. Pintér Szilárd Dombavár város polgármestere először szólt a 60 év feletti korosztályhoz megválasztása óta. Hangsúlyozta, hogy a város vezetésével együtt köszöni a korosztály eddig mutatott nyitottságát, biztatását, mindazt, amivel segítették a munkájukat. A jövőben is szívesen fogadják véleményüket, támogatásukat. Dombavár, ami szép hagyománnyal vál, és én is folytatni szeretném, hogy minden év decemberen együtt töltünk egy kellemes délutánt azért, kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik a hosszú, dolgos évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Szabó Ádám harmonikás nem csak zenei tehetségét mutatta meg, hanem fergeteges hangulatot varázsolt közel egy órás műsorával. Együtt énekeltek, tapsoltak, csak a hely hiánya akadályozta meg a vendégeket abban, hogy táncra perdüljenek. Filmzenék, magyar nóták és slágerek hangzottak el a délutáni műsorban, majd a Csendeség című karácsonyi dallammal búcsúzott a közönségtől. A fiatal tehetség énekhangja és egyedülálló dinamikus hangszertechnikája mindenkit lenyűgözött. Tényleg nagyszerű volt az előadás. Főleg úgy, hogy ismert művészember, és tényleg ismerjük munkásságát, de amúgy is nagyon nagyszerű előadás volt. Ez a műsor nagyon tetszett. Egy szépséghibája volt az, hogy nem ültem a szélső helyen, és erre nem tudtam táncolni, mert nagyon, nagyon ügyes volt. Csodálom ezt a képességet. A zene számomra mindig egy olyan terület, ami egy külön világ annak, aki tudja művelni. Minden meghívottnak kis ajándékkal kedveskedtek a Tinódi Ház munkatársai a program végén.